Jó napot kívánok, ez a Szubjektív, a Szubjektív vendége pedig Maglai Jenő Szabadka polgármestere. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, tiszteletem! Hogy érzi az elmúlt időszakban, stabil maradt-e a polgármesteri szék ön alatt Szabadkán? Egyes sajtótermékek ugye arról cikkeznek, hogy különféle hatalomátrendeződés lehet akár a Szerb Haladó Párt miatt, aki a fő koalíciós partnere a VMS-nek most. Egyenlőre a koalíciós partnerekre vonatkozóan mindenkitől azt a véleményt, vagy azt a megnyugtató álláspontot kaptuk, hogy mindenki marad az már, amit megbeszéltünk. Tehát eleve az a 37-8 tanácsnál, aki aláírta, illetve aki aláírták a hatalomváltások, továbbra is támogassák ezt a mostanában felállt új hatalmi koalíciót. Ehhoz csatlakozott még egy pár tanácsnál, akik a háttérből támogatják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyenlőre a mostani koalíció stabil. Gondolom, hogy a következő megpróbáltatás majd maga a költségvetésnek az elfogadása lesz. Én remélem, hogy abban se nem lesz különféle politizálás, mert úgy gondolom, a költségvetés korrektül lett megcsinálva. Akkor miért gondolja, hogy próbatétel lehet a költségvetés a hétfői elfogadása? A költségvetésnél mindig nem a költségvetés, nem minden alkalommal a költségvetésről van csak szó, hanem más politikai játékokról is van szó, illetve más igényeknek a kielégítéséről van szó, mikor lehet, hogy nem minden esetben a költségvetéshez kötöttek, úgyhogy ebből a szempontból ilyen kérdések felmerülhetnek, de azt gondolom, hogy ezt én személy szerint nem tartom reálisnak. Ezt a költségvetést most az ön felügyelete alatt készítették elő? Igen. Ez mit jelent az ön által megfogalmazott irányelvek betartása szintjén? Tehát azt mondta, hogy takarékoskodás, átvizsgálás, racionális költés, spórolás. Tudni kell mindenkinek, hogy 2-3 hét alatt egy komoly költségvetést azért nagyon nehéz elkészíteni, vagy nem egy egyszerű helyzet elkészíteni. Ebből a szempontból elsősorban abban az irányban mozgattuk a költségvetést, hogy világossá vált az, hogy azok az igények, amelyeket a költségvetési felhasználók megfogalmaztak, azok az igényeket, azokat nem lehet teljesíteni, vagy kielégíteni a mostani bevételi forrásokkal. A bevételi forrásai a városnak olyanok, amilyenek, és ebből kifolyólag meg kell találni azt a megoldást, hogy összeállítsuk a bevételi források és a kiadásoknak az egyenlőségét, vagy az egyenlegét. Ez arról is vonatkozott, hogy bizonyos törvényes feltételeknek is eleget kell tenni a költségvetésnek, illetve figyelembe kell venni azokat az utasításokat, amelyeket a pénzügyminisztérium minden évben kiad arra vonatkozóan, hogy mennyivel lehet megemelni például a fizetéseknek az összegét, milyen mértékben kell visszaszorítani esetleg a támogatásokat, a szubvenciókat, stb. Tehát van itt egy csomó olyan kategória, vagy olyan feltétel, amelynek más módon is eleget kell tenni a költségvetésnek, de igazából a 2014-es éves költségvetésnek az alapvető, hát azt mondom, hogy üzenet az elsősorban arról szól, hogy meg kell szorítani a nadrágszíjat a költségvetési felhasználónak ahhoz, hogy egy egészséges, egy tartható költségvetés legyen elfogadva, illetve valójában az év folyamán is a bevételi oldalról, a kiadási oldalon előlátott költséget azt tudjuk finanszírozni majdnem teljes mértékben. Sose nem lehetett azt teljes mértékben előre meghatározni, hogy az egész évre így lesz, de azt gondolom, hogy ez a költségvetés, amelyet most itt előlátunk, illetve javaslatként a Városi Képviselőtestület a VKT elé terjesztett, erről van szó, az azt gondolom, hogy korrekt költségvetés, figyelembe veszi azokat a lehetőséget, amelyek vannak, másosorban pedig először történik, mert hogy komolyan próbáljuk rákényszeríteni a költségvetési felhasználókat. Ez a közvállalatokat érinti? Közvállalatokat, közintézményeket érint, részvénytársaságokat, illetve KFT-ket, amelyet az önkormányzat alapított, amelyben túlnyomó többségben az önkormányzat tulajdonos. És mind ezeket spórolnak, illetve mind spóroltatják ezeket? Rengeteg dolgon lehet spórolni, ha megnézzük, mert úgy gondolom, hogy talán sok mindenben eléggé könnyelműen bántak a közpénzekben az elmúlt időszakban a felépítménynek egyes szereplői. Itt lehet az anyagi költségeken spórolni, lehet a beruházásokon is spórolni, de azt gondolom, hogy sok olyan lehetőség van, ahol az igazgatók, illetve a közintézmény vezetők azok meg tudják találni módozatát annak, hogy igazából racionálisan költökezzenek, és ne egy kicsit azt mondom, hogy elvonatkoztatva
a realitásoktól. Ha a városi legendákat vesszük alapul, akkor azok sok helyen arról szólnak, hogy a közintézmények, illetve hát inkább a közvállalatok fizeti igazgatóinak és magasrangú vezetőinek, felső vezetőinek a fizetése magasabb, mint például a polgármesteré. Így van ez? Hát ezt majd meg fogjuk tudni, mert én megmondom őszintén arra vonatkozóan, hogy ebben minden belállásokra nem volt elegendő idő, mert aktuális problémákkal kellett foglalkoznom, amivel szembenézett az önkormányzat, miután átvettem az önkormányzatnak a vezetését. Az biztos, hogy rengeteg lehetőség van, ahol a kiadásokat meg lehet szorítani. Ez a költségvetés lesz az első, talán az utóbbi több évtizedben, ahol a politikum, vagy azt mondom, hogy a koalíciós partnerok elfogadták azt a javaslatomat, hogy csökkentsünk a munkaerőre vonatkozóan, illetve valójában a munkavállalóknak a számát, ha csökkentsük. Ez elbocsátásokat jelent? Ez biztos, hogy jelenteni fog elbocsátásokat is. De ez nem túl népszerű, nem? Nem túl népszerű, viszont abban a helyzetben kerültünk, hogy nem tudunk ezzel a helyzettel mit kezdeni. Hiszen mindenhol, nem azt mondom, hogy mindenhol, de nagyon sok helyen a közváltókban és a közintézményekben úgy lett földúzzasztva a munkaerőnek a száma, hogy az igazából arra nem volt szükség. Sok esetben 10-20-30%-kal is több a munkavállalóknak van, ahol valószínűleg még többel is, több a munkavállalóknak a száma, mint amennyire szükség van. Kettő, nem csak a mennyiséggel van gondunk, hanem a minőséggel is gondunk, illetve a munkavállalóknak a struktúrájával is gondban. Sajnos azzal kell sok esetben szembesülnünk, hogy amikor valamit meg kell csinálni, el kell intézni, akkor viszont nincs elegendő jó képességű munkaerő, vagy a közváltra vonatkozóan, vagy akár a közgatásra vonatkozóan. Úgyhogy elég komoly vágásokat, vagy elég komoly megszorításokat kell majd meglépnünk a 2014-es évben arra vonatkozóan, hogy teret biztosítsunk a beruházásokra is, és valamilyen formában egyenlegbe tartsuk az egész költségvetést. Jó, de ön régi politikus, azzal bizonyára tisztában van, hogy a statisztikai adatok viszont azt fogják kimutatni, hogy a munkanélkülieknek a száma Szabadkán az ön polgármesterkedése alatt nő. Ezek azt gondolom, hogy nem ettől fog függni. Uh-huh. Attól, hogy mondjuk 100 vagy akár 150 személlyel kevesebb fog dolgozni a felépítményben, ez nem ettől fog függni. Úgy gondolom, hogy Szabadkán akkor kellett volna vészharangot meghúzni, amikor például a Szevernek a több ezer munkását bocsátották el, vagy esetleg a november 29 és más cégnek a munkásait. Nem hiszem, hogy a felépítményben esetleg 100 vagy 150 embernek. Természetesen mindenkinek ez gondot jelent, és ezt megpróbáljuk úgy elintézni, akik elmennek nyugdíjba, akkor valójában így megoldani, egyes helyeken, mások helyen pedig, ahol tényleg nincsen szükség a munkaerőre, akkor úgy megoldani. Azzal is szembe kell néznünk, hogy sokan sajnos úgy vannak, úgy lettek munkába állítva, vagy egyáltalán nincs szükség a munkára. Vagy pártaparátusi emberek voltak, és ezért kellett nekik egzisztenciát biztosítani, és nincsen se szakmai tudásuk, se munkahoz való hozzáállásuk olyan, amelyet megkövetelne mondjuk ez a munkahely, ahol belettek téve. Másosban pedig a teljesítményük se nem elfogadható, és sok esetben azt kell, hogy mondjam, sajnos a munkahoz való hozzáállásra is gond van. Ezt nem lehet generalizálni, de viszont vannak, nem egy ilyen eset van, és ennek valami eredetre viszont pontot kell tenni. Rendet kell tenni valójában a felépítményben is, és ott, ahol igazából fölösleg van, ott azt gondolom, hogy nem elsősorban a szociális momentumot kell figyelembe venni, hanem azt a momentumot, ami igazából fontos az, hogy az önkormányzat jól működjön és eredményesen működjön. És azt a helyzetet továbbra is, hogy fenntartsuk, hogy a fizetésekre feléljük, illetve a felépítmény a fizetésekre feléli azokat a pénzeket, amit esetleg beruházásokra lehetne költeni, az úgy gondolom, hogy nem a közösségnek a jövőjét biztosítja. Milyen beruházások lehetnek jövőre Szabadkán az ön elképzelései szerint? A beruházásokra vonatkozóan mindenféleképpen megindul majd a 2-es kollektor és a 7-es kollektornak a képítése, tehát amit a vízműnek fognak megvalósítani, tehát a vízjárnak a képítése. Ez egy 14 millió eurós beruházás lesz, amire valószínűleg rá fog épülni egy csomó szekundáris vezetének a képítése, úgy a vízvezetékrendszerre vonatkozóan, úgy a Szentvízsatorna hálózatra vonatkozóan, meg fog indulni a regionális depójának az építése, amely körülbelül 20 millió eurós beruházás, amely majd 2,5 évig fog tartani. Az is egy nagyon komoly beruházás, és talán Szerbiában az első ilyen nagy beruházás lesz, amelyel megoldjuk a szemét elhelyezését, tárolását, illetve feldolgozását. De ez mellett fontosnak tartanám azt, hogy a következő évben sokkal hatékonyabban és erőteljesebben folytatódjon a zsinagógának a felújítása és az épületnek az állagának a rendezése.
úgy szintén fontosnak tartanák sok olyan kis beruházást, amely helyi közösségbe kellene megvalósítani, akár utcaaszfaltozásokról van szó, és amit különösen kiemelten szeretnék kezelni, az pedig pár objektumnak a felújítása, amely az iskoláskori óvodák erről van szó. 2-3 évtizede Szabadkán az óvodák és a napközik nem lettek felújítva, úgyhogy el kell kezdeni ezt a folyamat, és úgy gondolom a 2014-es évben 2-3 objektumot itt a tervek szerint azok, amelyek a legsúlyosabb vagy legrosszabb állapotban vannak, ott el kell kezdeni a felújítást. Milyen forrásokból? Nem csak az óvodát, az összes többi. Hát elsősorban a saját költségvetési forrásainkból kell. Én remélem azt is, hogy kapunk, illetve lesz támogatás úgy tartományi szinten, mint köztársasági szintről. Tartományi szintről egyenlőre ígéretet kaptam arra, hogy a 85 millió dinár, amelyre a szerzés meg lett kötve az önkormányzat a Népszínház építésének a régi részének a befejezésére, az új év után ki lesz írva a pályázat, és az tovább fog menni. Úgy szintén még egy 150 millió dináros tétel lesz kiválasztva, majd meglássuk, én remélem, hogy azok az úri emberek, az illetékesek ezt megígérték, ezt be is tartsák, mert úgy gondolom, ez a közösségnek az érdeke. Én remélem, hogy áttörés sikerül majd elérni a kerülőútnak az építésével kapcsolatban és a köztársasági minisztériummal. Így van, ez köztársasági hatáskör, de remélem, hogy a köztársasági minisztériummal nyitott lesz arra vonatkozóan, hogy ezt a félbeszakított beruházást ezt folytassuk. De honnan ez az optimizmus, amikor például a Népszínház projektumára sem hagyták jóvá köztársasági eszközökből azt a pénzt, amit például a VMS köztársasági parlamenti Én nem kötném össze a Népszínháznak a projektumával a kerülőutnak a projektumát, mert ez egy két külön projektum, két külön minisztériumhoz tartozik. Külön költségvetési tételek vannak itt előlátva a másik projektumra. Tehát ez egy külön dolog, ez úgy gondolom elsősorban attól fog függni, hogy milyen ügyesek leszünk a lobbizásokat illetően, illetve háttérben milyen támogatást kapunk a koalíciós partnerektől. Hol? Szabadkán vagy Szabadkán is Belgrádban? Szabadkán is és Belgrádban is, így van. Bocsássa meg, erről nagyon sokat beszélnek most az emberek éppen a Népszínház kapcsán, és itt is a politikai hátteret feszegetik egyes internetes fórumokon. Például megemlítem a szobotica.com-ot, ahol több, majdnem 7000-en nézték meg az erről szóló cikket, és nagyon sok komment érkezett, ahol arra utalnak, hogy ön úgy fogalmazott, hogy elég abból, hogy Szabadka ellenzéki város, és hogy épp ezért a haladó párttal kell ugye új hatalmi koalíciót kötni Szabadkán is, megkezdeni a város irányítását, mert hogy egy ilyen újabb fölállás majd biztosítja a köztársasági pénzeknek az érkezését Szabadkára, amely eddig hát gáncsolta a szabadkai fejlesztéseket lévén, hogy itt a demokraták voltak hatalmon, Belgrádban meg ugye a haladók, és erre jött rá a Népszínháznak az ügye. És ebből már mint az, hogy nem kaptak pénzt. Tehát most akkor van-e ilyen jellegű politikai párhuzam a fejlesztések terén, vagy ez egy véletlen egybeesés? Politikai párhuzam az mindig van, hiszen azt a fajta, azt gondolom, hogy rossz hozzáállást, negatív hozzáállást, amit talán még a Milosevic írába kezdett el, hogy az ellenzéki önkormányzatok azok valamilyen formában anyagilag is ki voltak szorítva, vagy mellékvágányra voltak jutatva. Ezt a hozzáállást sajnos folytatta a demokrata párt is az elmúlt időszakban is, talán még továbbfejlesztve, és sajnos eztnek a részevei voltunk, vagy az alanyai voltunk, akár most az utóbbi egy-másfél évben, amikor a szerb haladó párt vett át az ország irányítását köztársasági szintén. De azt gondolom, hogy egy hónapból nem lehet mindjárt olyan következtetéseket levonni, amelyek mérvadóak lennének, majd meglássuk az elkövetkező 3-6 hónapban, egy évben, hogy milyen lesz a köztársasági kormánynak és a köztársasági kormányhivatalnak a hozzáállása Szabadkához. Azt gondolom, hogy itten be fog következni egy komolyabb áttörés a kormányhivatalok, illetve a minisztérium hozzáállásait, illetve én azt gondolom, hogy most decemberben itt el volt a kormány foglalva saját ügyeivel, a szerb haladó párt is eléggé komolyan el van foglalva saját belső ügyeivel. Úgyhogy nem kell ebből mindjárt egy ügyből egy ilyen következtetést levonni. Szépen fognak majd ezek a dolgok tovább menni, és úgy gondolom, hogy itt előrelépés, illetve kitörés fog történni ebből a szempontból. Az, hogy minden szegmentumában meg fog ez történni, nem tudom, illetve nem is hiszem, de úgy gondolom, hogy ahhoz képest, ami volt az elmúlt másfél évben, biztos, hogy egy komolyabb áttörés fog történni. Ha beszélnénk egy kicsit a szociális témakörökről, hiszen az embereket ez nagyon érinti. Egyrészt ugye kevés a valós munkahely, hogy így fogalmazzak, másrészt pedig nagyon sokan élnek a létminimum peremén, vagy pedig az alatt is. Sajnos nagyon sok a koldus a városban, nagyon sok a hajléktalan, gyerekek vannak az utcán, akik pénzt kéregetnek. Kezeli ezt a kérdést az önkormányzat?
Hát ezeket a kérdéseket kezeljük, illetve kezelni is fogjuk. Azt kell, hogy mondjam, hogy a 2014-es évben, amiről sokan nem beszélnek, az, hogy 2014-es évben valószínű, hogy három új üzem is épül, komoly üzem épül Szabadkán, tehát befejeződnek azok a beruházások, illetve realizálnak azok a beruházások, amely hamarabb elkezdődtek. Itt a Calcedonia, Swarovskinak, illetve egy dél-koreai cégnek az üzeme fog képülni, és valószínűleg tartom, hogy a következő év folyamán legalább egy 1500 ember fog itt Szabadkán munkáját kapni majd ezekben az üzemekben. Tehát történik majd a munkahelyteremtést illetően is egy eredmény. Én remélem, hogy a mi vállalkozóink is, a szabadkai cégek is olyan helyzetben tudjuk majd, úgy tudom majd rajtuk segíteni, hogy ők is új munkahelyeket biztosítsanak az itt élő embereknek. A szociális helyzetre vonatkozóan pedig azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a szociális helyzet, mint az egész ország területén Szabadkán is nehéz. A szociális központon keresztül, a Vereskörösztön keresztül, a Caritason keresztül és más szociális intézményeken keresztül próbáljuk ezeket a helyzeteket kezelni. Természetesen nem egy egyszerű helyzet, nagyon nehéz a helyzet. Sok ember él a létminimum alatt, sok embernek vannak komoly problémái, egzisztenciális problémái, és nagyon nehéz ezeket a helyzeteket, azt mondom, hogy megoldani tartósan, vagy egy varázsütésre. De viszont azt gondolom, hogy az is, hogy itt is előrelépések fognak majd történni. Én azt gondolom, hogy a koldulás az nem elsősorban annak a következménye Szabadkán, hogy itt ezek az emberek ilyen helyzetbe kerültek. Én azt gondolom, hogy van benne valamilyen formában egy üzérkedés, vagy egy vállalkozási háttér is ennek az egésznek. Mert ha utána nézzünk, hogy kik azok, akik koldulnak, és miért koldulnak, stb., akkor egyértelmű az, hogy ezt másképp is meg lehetne oldani. Harmadsorban úgy gondolom, a gyerekeknek, a kisgyerekeknek a kihasználása az már nem a szociális kategóriába tartozik, az már egy másik kategóriába tartozik, ez és ezzel is foglalkozni. Ezzel is foglalkoznunk kellene. Például elértem azt, hogy most már a lakodalmak, amikor befejeződnek, akkor nem rángassák a lakodalmazókat a városházak kijáratánál, azok a kisgyerekek, akik ottan pénzt kérnek, illetve más dolgokat kérnek, illetve a háttérre pedig a szülők irányítsák őket, hanem ezek a jelenségek, ezek lassan el fognak tűnni Szabadkán. Úgy szintén kértem a kommunális rendőrséget, a rendőrséget, a szociális központot is, hogy a kiregetés is ne legyen jelenség Szabadkán. Akik esetleg olyan helyzetbe kerültek, azok jelentkezhetnek a szociális központba és kapnak pénzbeli segélyeket. Az önkormányzatnak is van lehetősége, hogy egy-két alkalommal adjon pénzbeli segélyeket. Tehát tudunk valamilyen formában segíteni ezeken az embereken. Természetesen nem lehet mindenkit is teljes mértékben, de igyekszünk ezeket a helyzeteket kezelni. És úgy gondolom, hogy csúnya dolog az is, amikor nyáron a kávézókban a kisgyerekek sorra mennek és kéregetnek és rángassák az embereket, stb. Tehát ezeket a dolgokat is meg kell gátolni és elejét kell venni, mert úgy gondolom, itt se nem a szociális kategóriáról van szó, hanem elsősorban más dolgokról. Elsősorban a szülőket kellene rendszabályozni, hiszen az a gyerek nem oka annak, hogy ők és azokat, a saját azokat, szüleik azokat az idős, elsőben idős háztartásokat, illetve azokat az idős embereket, már tényleg nem tudnak magukról gondoskodni, és nincsen nyugdíjuk, azokat pedig természetesen segíteni kell. De hát itt vannak, most is elő vannak látva a költségvetésben pénzek a népkonyhára vonatkozóan, a Caritasnak is biztosítva lesznek a pénzek. Tehát ott, ahol a szociális szférában pénzeket biztosítani kellett, ott igyekeztünk maximálisan biztosítani. Természetesen valamit le is faragtunk, mert szeretném átlátni ezeket a pénzeket. Vannak olyan intézmények, amely elég komoly pénzeket kaptak az elmúlt időszakban, és nem lássuk át, hogy mire mennek el ezek a pénzek, úgyhogy itt is szeretnék egy kicsit valamilyen formában belelátni, hogy mire is vannak ezek a pénzek elköltve, és pontosan hogy is számolnak ezek az intézmények ezekkel a pénzekkel. Közbiztonság terén mit tervez? Közbiztonság területén sajnos azt gondolom, hogy talán az első előrelépés az lehetne, hogyha a kamerarendszernek a felállítását az sokkal erőteljesebben és sokkal eredményesebben vinnénk végbe egy Szabadkán, mint az elmúlt időszakban. A rendőrségre vonatkozóan nem nagy ráhatása van az önkormányzatnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a rendőrség köztársaság intézmény. Volt megbeszélésünk a rendőrfőnök úrral, ők korrektak ezeken a megbeszéléseken is megérik, de sajnos az jön vissza, hogy a közbiztonsággal egy komoly gondok vannak, és én tiszta vagyok benne, hogy amilyen nehéz a helyzet az államban, illetve hogy ahogy az állam nagyon nehezen működik, ugyanolyan a rendőrség is körülbelül hasonlóan működik. Próbálkozunk majd itt is valamilyen formában segíteni a rendőrség munkáján is, próbálunk majd segíteni más dolgokban is, amiben pár konkrét dolgot is már megbeszéltünk. Például. De azt gondolom, például gondjaink vannak az itt Szabadkán rekedt, hát nem menekülteknek mondanám, hanem azok, akik próbálnának átszökni vagy átjutni a zöld határon Magyarországra. Itt elsősorban ázsiai személyekről van szó, tehát Afrikából ide
jött emberekről van szó, és óriási gondok vannak vele, hiszen az embereket, ezeket innen el kellene szállítani olyan befogadó központokban, melyek Szerbiával ellettek felállítva, és sajnos itt is gondok vannak, akadoznak ezek a dolgok, úgyhogy a rendőrségét konkrét együttműködési megállapodást szeretnénk kötni januárban, arra vonatkozva ezeket a kérdéseket is kezeljük, hiszen a közbiztonság szempontjából is problémát okozhatnak ezek az emberek, és úgy gondolom, hogy Szabadkának nincs szüksége arra, hogy egy ilyen tranzit menekült állomás legyen Szabadka, úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat meg kellene gátolni, illetve olyan irányba kellene mozgatni, hogy ezeket az embereknek így Szabadkán, hát azt mondom, hogy ne olyan környezetük legyen, ahol nyugodtan mozoghatnak, vagy nyugodtan juthatnak át, hanem úgy gondolom, hogy ezeket az embereknek az állam kellene, hogy gondoskodjon külön, és azokba befogadó állomásokba kellene szállítani, ahol igazából őnek a törvény szerint a helyük van, és utána pedig majd az állami szervek eldöntik, hogy visszakerülnek a saját anyaországba, hogy esetleg megkapják a menekülti státuszt. A kommunális rendőrséggel mihez kezd az önkormányzati hatáskör, és a polgárok részéről nagyon sok panasz érkezik az ő munkájukra folyamatosan? Azt kell tudni, hogy a kommunális rendőrségre vonatkozóan volt egy folyamat, amely nem lett befejeződve, ki lettek válaszolva bizonyos kommunális rendőrök, aztán nem lettek fővéve, nem lettek elküldve képzésre, időközben elmúlott másfél-két év, a kommunális rendőrség a következő év folyamán teljesen át lesz szervezve. Másosorban úgy szintén egy kicsit meg szeretném erősíteni, és át szeretném szervezni magának a csőszöknek a munkáját is, tehát a mezőőrségnek a munkáját, mezőőröknek a munkáját is át szeretném szervezni, mert ott gondolom, ott is komoly gondok vannak. Meg is kellene erősíteni részben, másképp pedig más hozzáállás is kellene, hogy a munkához legyen a kommunális rendőrök részéről, illetve mezőőrök részéről, harmadsorban pedig leszeretném ezt osztani területekre is. Tehát, hogy legyenek kommunális rendőrök például Csantavéren is 3-4-5, legyenek Bajmokon, legyenek Palicson, Hajdújáráson, a városba, itt pedig a városba pedig ne csak az autóba lássuk őket, hanem egy kicsit a terepen is kint legyenek, járják körbe, gyalog is a terepet, stb. Tehát van itt a lehetőség arra vonatkozóan, hogy egy kicsit ezeket a dolgokat másképp szervezzük meg. Itt is azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos egy olyan hozzáállás volt, hogy eléggé könnyelműen álltak az előző vezetőkhez a kérdéshez. Most a kommunális rendőrségnek új vezetője van, magának a felügyelőségnek is új vezetője van, új vezetőket tettem ezekbe posztokra, és miután a költségvetés el lesz fogadva, én gondolom, hogy valamikor már január vége felül elindítsuk az ott a folyamatot, hogy átszervezzük ezeket az egységeket, és hatékonyabbá tegyük őket. Ha már a műsor neve szubjektív, záró kérdés az legyen, hogy ezek az ön elképzelései, amiket itt fölvázolt, tehát ön dönt ezekben a kérdésekben, hogy mit szeretne átreformálni, és naponta körülbelül mennyi időt tud szánni a szabadkai problémák megoldására? Hát a teljes munkaidőm erre van rászámva. Tehát napi szinten reggel 7:30-tól délután 4-ig, 5-ig, 6-ig, attól függ, hogy meddig dolgozunk, addig ezzel foglalkozunk a szabadkai kérdésekről. Ezek a kérdések, ezek elsősorban testületi döntések, vagy magán a koalíción belül beszélgetünk ezen, vagy a VMS-en beszélgetünk erről. Természetesen vannak az én elképzeléseim isből, illetve javaslataimból, de elsősorban nem egy személyként döntök mindenről, hanem elsősorban a saját munkatársaimmal beszéljük át a dolgokat, és úgy fogalmazzuk meg az elképzeléseket, és aztán pedig hajtsuk végre majd a döntéseket is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.